Akkor fém nátrium és klórgáz reakcióját fogjuk megvizsgálni. Elsőként a fém nátriumból megtisztítanánk egy darabot. A fém nátriumot petróleum alatt tárolják, hogy megvédjék az oxidációtól. Mint látható, igen puha fém, késsel vágható. A petróleumot majd leíthatjuk róla, mert az némileg megzavarja a folyamatot. Majd egy lukas kémcsőbe helyezve hevítjük. Lukas kémcsőnek annyi lesz a jelentősége, hogy itt alul be tud áramlani a klórgáz, és az igen heves reakció miatt fölfelé hevesen áramlanak ki a termékek, tehát folyamatosan biztosított a klórgáz utánpótlása. Figyeljük meg, hogy most jelen pillanatban még a nátrium egy ilyen szögletesebb formákat tartalmazó darab, és ha elkezdjük hevíteni, akkor egy ilyen szép gömbformát vesz föl. A hengerbe közben a káliumpermanganátra sorsavat öntök, ettől klórgáz fog fejlődni. És figyeljük meg a klórgáz sárga színét, és a nátrium igen hevesen kezd reagálni klórgázzal. Amit most nem akar. Figyeljük meg a fehér füstöt, ami a kipárogó nátrium klorid, és a sárga szint a nátrium lángfestése okozza, itt meg beleesett a kémcső.